Köszönöm, Emily! Köszönöm, Mrs. Webb! Még sok kutatni való van a városban. Igen, most ugrunk az esti jelenetre. Kérek mindenkit a színpadra. Érdekes az volt, hogy nem olyan, mint egy rendes előadás. Tehát próbálnak, beszélnek, hozzászólnak. Állj oda az esti orgonához. Halló? Hallasz? Van, látszik annyi most, igen. De érdekes volt, nekem a színdarab is tetszett, úgyhogy szerintem mindenképpen egy jó előadást lesz belőle. Nagyon tetszett. Szeretném megnézni majd az egészet. Erre is az elmétettem. Jó, akkor visszafogod magad, nem dobod meg direkt szövegkönyvvel a színészeket, nem küldöd őket a stúdióba, mert érzed, hogy ott van a közel. Persze, egyrészt finomabb vagyok, de azért jeleztem azokat a dolgokat, ahol még gondok vannak. És hát nyilván a közönségnek is játszunk ilyenkor, nem lehet kiiktatni, de hát ez hozzátartozik a színházi létezéshez. Ilyenkor, amikor a közönség nézi, hogy hogyan szinkronizáltok, az mennyiben kell ilyen plusz színészeti feladatokat is ellátni, mint amikor benn vagy egy kissé megvilágított szinkron stúdióban? Még nem tudom, mert nem csináltam ilyet soha. Fogalmam sincs, hogy ez milyen. Azért izgulsz? Nem, de nem szeretem. Nem szeretem? Nem szeretem, előre nem szeretem ezt a dolgot. Én az a fajta csávú vagyok, aki csinálni szereti, beszélni nem. Egy-kettő, nem szeretem felfedni a műhely titkokat. Három, nem hiszek a színész. Akkor neked ez egy nagyon rossz nap. Igen, de már futottam ma reggel, tehát már úgy megalapoztam. Hol vagyok most éppen? Helyre teszel engem? Ez most a játékszín, aminek a alapításában részt vettem, mint hogy abban az időben mindenki színház alapításában, ez 80 körül lehetett, és két első bemutatót én rendeztem, a egyik apámnak a Gőz és az Albi állatkerti történet. Mindenki, így látszólag mindenki fel fog férni, jó? Tankróba hallanak minket? Én is üdvözlök mindenkit, nagyon örülök, hogy ilyen sokan vannak. Mi fogjuk untatni önöket, illetve remélem, hogy kölcsönös lesz, és mivel elválaszt minket egy busz fedél, ha reagálnak, akkor hangosan reagáljanak. Sírni szabad. Lehet azt mondani, hogy a magánszínház egy érdekes szférája a színházi világnak, de azt gondolom egyre több nagy név csatlakozik hozzánk, és egyre több színész mond neked is igent, akik igenis szeretnének játszani magánszínházakba. Na, én nagyon megható jelenetnek voltam. Szem és fül tanulja, sőt, még az illatát is és az ízét is éreztem, hogy elmesélitek, hogy ti hogy kerültetek kapcsolatba? Elmondom, nekem van egy Instagram oldalam, nincs túl sok követőm, viszont akik vannak, azokat nagyon megbecsülöm, és az én kedves kis repcsi barátnőm is folyamatosan az Insta live-jaimban és az Insta sztoriaimra reagál, és elkezdtünk dumálni, meg minden, és akkor jött ez a remek alkalom, a színháza kiszakálja, és így. Jó, mit jelent neked Bandival így összefutni? Úgy, hogy sokkal szebb élőben? Remélem, benne van, hogy megütöttelek. Na, persze. Hát én nemre szeretek színházba járni, és hát ez volt a remek alkalom, találkozunk végre. Hoztál neki ajándékot? Igen, kaptam ajándékot is. Mennyibe került? Ez komoly ajándék? Ne legyél már szemtelen, Dávid. Hoppol! Szeretlek, fiapol! Még fontosabb a szakmai visszajelzés, hogy ilyenkor, amit a közönségtől hallasz. Én azt hiszem, hogy a színházban ez jóformán ugyanaz. A közönség visszajelzése ugye nem csak azt jelenti, hogy milyen hányszor tapsolnak, vagy milyen hosszasan, hanem hogy mennyi ideig megy egy darab, és hogy mennyi ideig teltházas mondjuk. És én úgy tudom, hogy mióta januárban bemutattuk, szintén minden előadás vagy telt, vagy táblás volt. Most viszont valóban tüzetést szertünk, úgyhogy megkérünk mindenkit, hogy
szépen nyugodtan álljon fel a helyéről, és az arra kijelölt helyen legyenek szívesek elhagyni a színházat. Kérem mindenki őrizze meg a nyugalmát, szépen lassan. Kérünk mindenkit, hogy hagyja el az épületet. Nagyon izgalmas estének nézünk elébe, de hát látom, hogy én is vagyok ilyen szép számmal itt. Rendező pár majd fog kiindulni. Először az Ádám csapata az Ádám rendezésével, hiszen az ő rendezésével kerül bemutatásra a játékszínben. Utána Bagó Bertalan fogja a következő jelenetet, illetve ugyanazt a jelenetet még egyszer megrendezni. Utána Karinti Márton fog neki esni ugyanannak a jelenetnek. A negyedik rendező pedig majd meglátjuk, majd, hogy az este hogy fogja ezt megszülni. Átadom a szót! Beintek és sötét, jó? Mehet, Sanyikát, te kezdet? Kérem. Egy, két, há, sötét. A rész, a rendőrség átlopatja az egész vonatot. Elnézést! Most jön a magyar. Hínye! A különbség, hogy az első az abszolút egy Ádám által kitalált koreográfiára és zenére pontosan rá dolgozott jelenet volt, a másikban pedig a Berci háromféle karaktert változtatott. Az egyik egy japán stílusú színház volt, a második egy paraszti vidéki történet volt, a harmadik pedig egy operai előadó. Színészileg melyik volt a megterhelő? Színészileg mind a három megterhelő volt. Szeretném bejelenteni a színház névadóját, vezetőjét, főrendezőjét és mindenesét, a lelkét, a szívét, Karinti Márton! Nagyon izgulok, mert többiek a darab paródiáját játszottak, én meg megpróbálom komolyan, csehovi módon elemezni, és eljátszani a lényeget. A rendőrség átmutatja az egész vonatot. Csak ugyan? Minden egyes fülkét. Még ilyet. Az izgalmas az volt benne, hogy fogalmunk sem volt, hogy mi ez a jelenet, még most sincs. Azt tudjuk, hogy milyen darabból van, hogy miről szól, és kik vannak benne, és hány szok, ezt nem tudjuk. Iszonyatos nagy örömmel tölt el, hogy nincsenek olyan sokan. A zenész társaimmal mindvégig törekedtünk arra, hogy középszerűek maradjunk. Úgyhogy el is rejtettünk három apró és négy szarvas hibát a másik koncertben. Ez nagyon fontos hozzáállás szerintem, mert ha csaptánk itt egy fergeteges koncertet, akkor annak nagyon sok következménye lenne, hívnának bennünket egy csomó helyre. Ó, bagoly! Seggembe szagolj! A seggembe szagolj! De ne vér! Ó, de ne vér! Piros vér! Ó, piros vér! Színpadon a Tudás Hatalom csoportnak, hát azt hiszem legalább a fele.